Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves televízió nézőket. Újra itt vagyunk, és hát örömhírrel kezdem a műsort. Újra van betelefonálás. Itt a lehetőség, lehet telefonálni, várok mindenkit nagyon nagy szeretettel, és már is lehet a nem emeldíjas 269-03-86-os telefonszámon, tehát aki úgy gondolja, hogy most már szeretne telefonálni, és akar is telefonálni, tegye bátran, nyugodtan tárcsázon, többször el fogom ismételni, de amíg az első telefonáló megérkezik, addig én elmondom a heti konstellációkat, mert ugyanis elérkeztünk a Skorpió jegyéhez. És már kedden a nap belépett a Skorpió jegyébe, hát igaz, hogy eléggé nehéz és elég intenzív konstellációkkal, mert ugye a Mars-Plutó szembenállásával és a hozzá kapcsolódó nap energiájáról van szó. Tehát, miután tudnivaló, hogy a Skorpiónak ugye az uralkodó jegye még mindig a Mars és a Plutó, tehát kaptunk egy nagyon nagy csomó energiát, és azt hiszem, ez meg is látszik rajtunk, úgyhogy ez minden véletlen, de ugye, hát a Mars energiája erőt ad a változásokhoz, és itt a legelső telefonáló. Üdvözlöm nagyon nagy szeretettel, ön van a vonalban. Jó napot kívánok, Indikó vagyok, és 50-es 06-15-ös a születési időpontom. Ildikónak szólíthatom? Igen, igen, köszönöm. 50-es, és tessék még egyszer mondani. 06-os 15. Június 15, hát ez egy csodálatos időszak. Miben segíthetek? Eléggé hosszú időszak alatt sok minden nem igazán fújsült el, ahogy terveztem, vagy szerettem volna. Szeretném kérdezni úgy általánosságban, hogy egy jobb időszak következik-e mondjuk januárig. Na most ezt letessék félreérteni, de nem januárigról van szó, hanem júniusról, mert csillagászatilag a 2025-ös évben akkor érkezik. Igen, igen, nagyon köszönöm, ha odáig. Na most az van, hogy június előttől, ugye, hát persze, hogy nehéz időszakot élt át azért, mert ugye elomtalanított, lezárult egy 9 éves intervallum, lezárult egy 9 éves ciklus, és utána pedig júniustól, hát azért most már vágyik arra, hogy új dolgok jöjjenek be, de be is fognak jönni, mert ez az, ennek az évnek a rezgése, hát nagyon kedvezően tud alakulni, és hál' Istennek ön, aki annyira egy harmonikus, annyira pörgős, előrelátó, tehát az ikneknek egy olyan aspektusában tartozik, amikor az iker észben mindig előbbre jár, mint a többi, de ez harmóniával teszi. Tehát tulajdonképpen nem pörgi túl magát, hanem ugye a vénuszi energiáknak köszönhetően önnél ez úgy csapódik le, hogy sokkal könnyedébben, harmonikusabban, de meg is értesz érte minden. Kérem szépen új lehetőségekkel, új dolgokkal, új pénzügyi kor lehetőségekkel indul ez az időszak, és júniusig tart. Sajnos a pörgősségem az elkopott, ez a koromból is adódik, meg sok minden egyébből. Én nem igazán tartom magam harmonikusnak, főleg az utóbbi egy-két évben. Hát nem csodálkozom rajta. Úgy látja, hogy lesz valami pozitív előrelépés, ha már én elég erős kritikus vagyok mindenkivel, de igyekszem magammal is. Igaza van. Na most az van, hogy tulajdonképpen ön a régi sérelmekből indul ki. Ezek már idejét múlták, lezárta a 9 éves ciklus. Tehát itt tulajdonképpen erről már nem lesz szó önnél, hanem most azért kitisztulnak a dolgok, és visszanyeri az egyensúlyt, tehát nem lesz ebben még probléma. Ha úgy érzi, hogy egy kicsit a koránál fogva nem is annyira nagyon olyan energikus, mint 20 éves korában, vagy 30, de ennek ellenére tessék nekem elhinni, hogy most egy jobb időszak jön az életébe. Nagyon örülök neki. Köszönöm. Én köszönöm. Kérdezhetek még egy rövidet az egyik lányommal kapcsolatban? Parancsoljon. Zsuzsa, mint ön? Igen. És 77-es 12-17. December 17-ei, hogy mondjam, nyilas, igen. Úgy tudom, dupla nyilas egyébként, de hát ez szakemberek jobban tudják. Elképzelhető.
Mondjuk én azért egy kicsit megkérdőjelezném, de ennek ellenére hát azért ott ül egy Szaturnusz is. Hosszú lejáratú párkapcsolatok vannak az életében, hosszú lejáratú korszakok. Mi a kérdés? Könnyebben, sikeresebben tudja elfolytatni. Én azt gondolom, hogy ő egy sikeres ember akkor is, ha most a hivatása egy-két oldalát nem tudja gyakorolni, szerintem. Két kamasz gyerek mellett egy lévő nagyon agilis, nagyon intelligens anya az dupla főnyeremény a gyereshez képest a gyerekeknek. Na most kérem szépen, az van, hogy a jövő december, tehát most az elkövetkezendő időszakban, decembertől indul el egy olyan időszak az életében, amikor megkönnyebbedik nála is minden, de ő egyébként egy annyira rugalmas ember, annyira következetesen áll a dolgokhoz, hogy saját magához van, amikor szigorú, van, amikor a családjához is szigorú, de ennek ellenére mégiscsak, tehát jól csinálja, valamit nagyon jól csinál az életében, mert majd december után ez még jobban fokozódik, tehát koncentrálódik az energia, és a másik pedig az, hogy akkor már azért jobban lehet az ész megélnie a saját maga sikereit is, tehát ennek egyáltalán nincs még vége. Sokat akar még, de meg is kapja. Nagyon szépen köszönöm, minden jót, hagyom a többiekhez szóval jutni. Nagyon szépen köszönöm, minden jót kívánok. Legyen szép a hete, hisz olyan csodálatos időszakot élünk át. Hozzáteszem gyorsan, amíg a következő kedves betelefonáló bejön, hogy miről is van még szó ezen a héten, mert ugye a Mars együtt áll ilyenkor, tehát a rák csillagképnek az olajával, amitől ugye intenzívabb energiát is kapunk, és a bak csillagképek közé esik, tehát a Plutó és a nyilas bak csillagképek közé esik, fejlődésünket elősegíti. Na most az angyal csillagképében viszont a nap által annyira jóságos energiák jönnek le, hogy érezni fogjuk, hogy itt az idő arra, hogy egy kicsit talán tegyünk is azért, hogy ezeket a jóságos energiákat viszonozni tudjuk. Ezt inkább a vizes jegyűeknek ajánlanám, mint a következő telefonáló, ezt is mindjárt folytatni fogom, és még hol a prognózis? Itt a következő telefonáló, parancsoljon, jó estét! Jó estét kívánok, Zsuzsa, nagyon örülök, hogy újra lehet telefonálni. Hát még én. Nagyon, ezt vártam legjobban, Zsuzsa aranyos, mondanám, 13, november 13, most ezek 71 éves, két év múlva. 53, november 13, Mária. Mária, honnan telefonál? Szeged mellől. Szeged mellől, na hát, igazi szegedi boszorkány, szögedi. Tehát el lehet mondani. Zsuzsa, nagyon jó. És Mihály? Igen. 58. január 26. És mi a kérdés? Az, hogy milyen gyönyörű ez a mi házas életünk, hogy meddig tart ez még. Hogy mondtad? Ez a nyomorúság. Hát megpróbáltatásnak megpróbáltatás, csak adja baj, drága, hogy sajnos maguk nagyon nehezen tudják egymással is, és egymás nélkül is az életet élni. Tehát egy olyan kapcsolódás van, és hozzáteszem, hogy számmisztikailag a 4-es-8-as kötés, amit kétszer lehet látni. A januárnak az uralkodó bolygója a Szaturnusz, ugye, hát ugye igen. Január 20-a. Igen, ő egy szerencsés ember. Jó, de hát január 26, ami szintén a Szaturnuszhoz tartozik. Nem erről van, hogy szerencsés, hanem ön is szerencsés tud lenni, csak mivel azért itt van egy kvadrát az ön életében, a magánéletében, ami bekockáz. Tehát azért a 13-ai, 31-ei, 4-ei, 22-ei emberek általában, ha a születésnap akkorra esik, akkor a magánéletnél ott vannak stagnálások, érti? Na, tehát a betegségem, Zsuzsa, hogy nem tudok, tehát 8 év óta, tehát én mondás korlátozott vagyok, és beteg. Értem. Na most kérem szépen, megmaradnak. Nem tudom azt mondani önnek, hogy meg fognak szakadni. Hazudnék. De tudom, lányos, tetszik látni egy harmadik szemét? Az ő életében? Igen, az ő életében. Én nem hinném.
Én nem. Meg erősen hiszem, és ezért vagyok szinte belebetegödve, hogy én nem tudok kimozdulni, ő pedig megszélnek világnak. Tehát még dolgozik. Nézze. Tehát, hogy nem tetszik látni, Zsuzsa. Én miután az ön kapcsolatát, annak ellenére, hogy egy csevelet-csenékület kapcsolat, egy hosszú ideje tartó dolog, és nem is tudnak egymástól elszakadni. Lelkileg össze vannak nőve a problémák ellenére. Én még ha egy harmadik személy bejövetelét is ön úgy érezné, hogy ott van, a férje nem fogja magát elhagyni. Sokan megyek vele, hogyha velem ön nem törődik. Hát kérem szépen, ez már egy más téma. Tudom. De az a helyzet, hogy lelkileg van szüksége arra, hogy törődjön. Na most, mint mozgáskorlátozott, mennyire segíti önt a otthoni munkában? De annyit, hogy megfőzök semmi más. Tehát én nem tudok kimenni a járdán kívül, biciklire ülni, buszra ülni, elmenni a boltba, sehova. Értem. Tehát a gerincem teljesen oda van, meg a lábam is. Értem. És nem lehetne egy gyógytornát, vagy valamiféle olyan... Minden olyan, tehát, hogy nem tudok aludni, tehát idegileg ki vagyok, nem tudok elmenni rehabra, tehát nem. És nem is segítenek, tehát ez a kerincemet így marad, és 8 év óta sajnos ez, tehát ilyen. Csak én erre voltam úgy kíváncsi, hogy így nagy vonalakban tetszik-e látni. Én azt mondom, hogy sajnos, hogy ez stagnál, megmarad. De ugyanakkor azért lehetne változtatni rajta, mert ha ön igénybe venné, és mivel a maga egészsége sokkal fontosabb, mint az, hogy van-e harmadik, vagy nincs harmadik, ebben az esetben... Nem, mert ez úgy viselkedik a velem szemben, mint a volna egy teljesen, tehát harmadik én valaki. Értem én, hogy mit tetszik mondani, csak az a helyzet, hogy nem fognak elszakadni. Tehát egyáltalán nem tudnak elszakadni egymástól, nem fog ez a kapcsolat szétmenni. Ez a kapcsolat marad. Tehát akkor jól volna, tehát valami, tehát rea, valami torna, hogy valami, tehát... Hogyne, tehát én azt mondom, hogy... Nem nyúljak le teljesen. Így van, egy olyan terápiát, és időben nagyon jó lenne, még pont még sikerülne is, ha olyan intézménybe próbálna lehetőséget kérni, hogy egy olyan kezeléseket igénybe venni, infúziós, vagy nem tudom milyen kezelés, gyógytornás kezelések, amelyek segítenék, még ha be kell feküdni, akkor is ne makacsoljon be, mert segíti a gyógyulását. Jó, te aranyos, Zsuzsa. Jó. Nagyon aranyos, és nagyon köszönjük, hogy visszatetszett térni, de már régen nagyon vártál. Én itt vagyok. Ön a mögmentünk, ilyen lelki dolgokba. Hát köszönjük szépen. Az orvos az másmilyen téren, ön meg a lelki dolgokba a gyógyítónk. Ez a feladatom, köszönöm szépen. Nagyon Zsuzsa aranyos, ha tényleg így van, hogy nem tetszik látni, akkor ez már nekem egy gyógyulás. Higgyel nekem, hogy nem, hanem most egy kicsit talán nem akacsolja be magát, tessék visszatérni saját magához. Most a legelső az, hogy kezdjen el intézkedni azzal, hogy maga bekerüljön egy olyan intézménybe, még hogyha csak egy hétig, két hétig, nem tudom meddig, az majd az orvos fogja tudni, ahol gyógytornáztassák, fürdetik, kezelik, mozgatják, hogy ne tapadjanak le az idegek. Ennyi. Zsuzsa, ha jó Isten áldjam a minden lépését, és segítsen mindenkinek. Köszönjük, hogy visszatért. Jó egészséget, és nagyon jó munkát. Köszönöm visszaadásra. Minden jót kívánok önnek, és gyógyulást. Amíg a harmadik telefonáló beérkezik, addig gyorsan mondom a többit. Az angyal csillag képébe a nap által, hát ezt az előbb elmondtam, hogy nagyon jóságos és eléggé kedvező energiák érkeznek, és most képzeljék el, hogy ugye miután ugye hát a Skorpiónak a Plutó az uralkodó egyik bolygója, ez a planéta most egy olyan kedvező konstellációval lépett be, ugye hát a napjegyében, a Skorpióba, hogy hál' Istennek most világosan át lehet érezni, át lehet látni, hogy mi zajlik kinnésben. Na most mit jelent ez? A lelki világunkról van szó. Tehát teljesen nem másról, hanem az, hogy sokkal pontosabban tudjuk rendszerezni saját magunkat, sokkal pontosan tudjuk rendszerezni azokat a dolgokat, amelyek minket körbevesznek. Tehát érdemes is érte tenni. Itt a következő hívó, gyönyörű estét kívánok. Jó estét kívánok.
Halló, halló, én itt vagyok. Halló, Zsuzsi, jó estét kívánok, Ilona vagyok. Jó estét, kedves Ilona, üdvözlöm nagyon nagy szeretettel. Február 9-e. Igen. Üdvözlöm, Ilona. Hát mi történt önnel? Nem, semmi. Sajnos semmi. Sem munka, semmi, semmi egyáltalán. Nem jött be semmi? Nem. Na, de dolgozik. Dolgozok, de hát már azután, amióta szeretnék onnan elmenni, mert csak február 9-ig van, és utána ott már nem tudok maradni. Na most... Figyeljen rám, ebben az időszakban még februárig a magánéletében kell, hogy történjen valami érdekes. Hát az is jó lenne. De viszont utána jön egy olyan időszak, ami meg tudja hozni a szerencsét, csak egy kicsit bestagnál, érti? Tehát egy szellemi korszaka jön majd akkor, majd februártól arra még ráérünk, de viszont most érdemes lenne elengedni ezt az egészet, rágörcsölt, és nem tudott bejönni semmi. Ez ugyanolyan dolog, mint amikor, tehát érezzük az atmoszférából, hogy valami közeleg felénk, és elálljuk az utat. Tehát ne zárjuk el a csatornát, hanem érezzük meg, hogy ténylegesen érdemes elengedni a dolgokat, mert nincs itt az ideje annak, hogy rágörcsöljön. Én olyan régóta várok, hát én nem görcsölök rá, én nem pozitívan állok hozzá, csak hát se munka, se autó nem tudtam még venni, tehát semmi nincs, nem mozdul semmi. Kérem szépen, stagnáltak a helyzetek. Na most jó, hogy azt mondják ugye a hitetlenek, hogy mindent ki lehet magyarázni, de eléggé nehéz fényszögek vettek minket körül, most se külön sokkal a helyzet, de ugyanakkor azért én mégis azt mondom önnek, hogy februárig azért valaminek történnie kell önnel, mert itt egy olyan időszak, amikor még az érzelmek dominánsak, érti. Tehát ilyenkor még azért érdemes arra odafigyelni, hogy tegyen is érte, mozduljon ki, próbáljon meg kikapcsolódni egy kicsit, próbáljon meg a lelkével foglalkozni, hogy harmonikus dolgok tudjanak bejönni. Egyébként nem magyarázza az év azt, hogy ne tudjanak megtörténni ezek a dolgok. Mert hát ígéret van mind a kettőre, autóra és munkára, és csak hát ami ígéret, addig... Én azt mondom, hogy türelem, rózsát terem, és jó, a siker... Jó, siker... nagyon régóta várok, és tényleg tudom. Türelmes, hát nem... Na most figyeljen ide rám. A február 9-e az ugye a vízöntőhöz tartozik. És a februárnak, a vízöntőnek ugye az uralkodó bolygója a Szaturnusz. A Szaturnusz az egy olyan lassú bolygó, aminek az áthaladási ideje 26 év, nem igen. Semmi. Tehát pontosan erről van szó, hogy hosszú lejáratú dolgok és a siker türelemmel jár. Én azt mondom, hogy stabilizálnia kell magát. Na most a munkahelyén pedig érdem, még azt mondom, hogy még ott is történhet valami jobb dolog, mert februárig még azért sok víz lefolyik a Dunán, érti? Tehát azért még eléggé addigra még bejöhet változás. De semmi esetre sem rossz, érti? Tehát nem hinném. Tehát negatívot nem nagyon lát sehol semmiben. Negatívat nem, csak én azt mondom, hogy én nem csodálom rajta ugye a marsikus állapot véget, persze, hogy türelmetlen, és ilyenkor, amikor hát ugye itt vagyunk a 24-es Skorpió havában, akkor ugye a Mars és a Plutó uralkodása véget, persze, hogy felfokozottak ugye az érzelmek, de én azt mondom, hogy hál' Istennek azért próbáljon meg egy kicsit türelemmel lenni, mert még azért februárig kell, hogy valami történjen. De igen, ahhoz... amikor odamentem erre a munkahelyre 4,5 évvel ezelőtt, akkor azt mondta, hogy ez nagyon-nagyon hosszú ideig tart, és ki is tartott idáig. Tehát most már onnan mozdulni kéne. Jó, de várjuk meg azért, hogy mi történik. Lehet, hogy unalmas, lehet, hogy minek van ott, úgy érzik, hogy már nem tetszik semmi, és utána pedig érdemes lenne már onnan lépni. De egy kis türelmet kérek szépen, mert még nem jött el az ideje. Mert az autót is arról is lett volna, tehát az bizonyos sok miatt nem illetett számításba, most arra is várok. Ez legyen a legkevesebb. Most higgye el nekem, hogy még nincs itt az ideje.
Tehát olyan nem lát semmi rosszat a közeljövőben. Nem látok rosszat, ne legyen borulátó. Én azt mondom, hogy sikerülni fog, aztán utána pedig már helyreállnak a dolgok. Hát teljesen... Zsuzsi, nagyon-nagyon örülök, hogy visszatért. Mindig néztem a műsorát, és vártam, hogy már mikor jelenti majd le. Nagyon szépen telefonálós műsor, de ezután eddig is néztem, és ezután is fogom. Nagyon szépen köszönöm. És nagyon jó egészséget kívánok. Ilona, kitartás. Amint megjön az a fránya párkapcsolat, utána a többi is olajozottan beindul. De, jó, majd jelentkezek. De tegyen érte, mert ha nem, a herceg nem fog bekopogtatni az ajtót, hogy jó esőt kívánok, itt vagyok. Jó. Nagyon máshoz jó, hogy én nagyon sok erőt kívánok, és kitartást is, nagyon jól visszatért. Köszönöm szépen. Örülök, hogy itt vannak. Minden jót kívánok, és köszönöm szépen. Haladjunk tovább. Hajajaj, 3 perc van a műsoridőből vissza, és még hol vagyunk, amikor itt vagyunk, ugye egy pár konstat. Na most engedjék meg, hogy mint prognózis csak egy párat felsoroljak, mert ugye heti prognózisról van szó, és ugye itt vannak ugye a KOS-nak a munkahelyi előrelépéséről szól az egész. Dinamikus időszak, szerelemben legyen engedékeny, a bikáknál feszültséget látok, amiben egy kicsit talán érdemes még odafigyelni, mert félreértések azok bármikor lehetnek, az ikrek kreatívak és dinamizmussal tele vannak, megállapodásokat köthetnek, azok jók, a szingliknek érdekes találkozások vannak, nem fogom tudni végigmondani itt a következő hívó. De hát önök a lényegek, hát persze. Jó estét kívánok! Halló! Halló! Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Minden most a Zsuzsikával beszélek? Igen. Gyorsan tessék mondani. Zsuzsika drága, szeretném megkérdezni, hogy az egészségemben várható-e javulás? Az egészségemben várható-e javulás? Na most mondanám, drágám. 1952 10-24. Október 24-e. Hát először is Isten éltesse sokáig, és boldog születésnapot kívánok. Nagyon szépen köszönöm, Zsuzsika. Nem tudom, nézze az egészségiekhez, én nem értek, ahol az orvos tud. Mozgásszervi propanaszaim vannak. Mozgásszervi problémák, én úgy gondolom, hogy nem is csodálkozom rajta, abból ki tudnék gyógyulni, olyan nagy baj nem lesz. Egy eléggé pörgős korszakot fog most átélni, és ebben az évben azért éppen eléggé, amik eddig stagnáltak, felperegnek, és szerencsésen tudnak alakulni. Én úgy látom, hogy azért egy nehéz korszakon van túl. Az egészség az mindig az orvos feladata, és mindig a beteg feladata is, mert ugye az orvos gyógyít, a beteg meg hisz a gyógyulásában, és ez a kettő így jön létre. Úgyhogy így van megoldás, de egyébként az, hogy most én, mint asztrológiailag, vagy numerológiailag itt feltárjam az orvos munkáját, az nagyon nehéz feladat lenne, és én ahhoz nagyon kicsi vagyok, de maradjunk annyiba, hogy ez egy jó korszak lesz. Inkább aztán... azt szeretném kérdezni, hogy terve vannak ilyen kezelések, hogy azok létrejönnek, és hogy milyen eredményt várhatok tőlük inkább, hogy mit mutat én... a képlet. A képletében láthatólag a korszak jó rá, az eredmények sikeresek lesznek, és hála Istennek egy eléggé gyors időszakon megy keresztül, tehát én azt mondom önnek, hogy vegye fel a kezeléseket, és akkor minden meg fog oldódni. Én pedig folytatni fogom a jövő héten önökkel. Nagyon szépen köszönöm, Zsuzsika. Köszönöm, gyógyulást kívánok. Folytatni fogom önökkel, és várok mindenkit a képernyő elé. Ne felejtsék el, újra itt vagyunk, újra betelefonálós a műsor, tehát lehet telefonálni majd akkor, de élő műsorban nézzék meg az ismétléseket is, és várok mindenkit nagyon nagy szeretettel, és hát tartsanak velem. Minden jót kívánok!